Evangélium számára, az evangélium hitelessége számára nagyon fontosak a jó bizonyságok. Amikor kerestem Isten, olyan embereket találkoztam, akik azt mondták magukról, hogy találkoztak az Úrral, és elmondták konkrétan, hogy az Úr milyen változást hozott létre az életükbe. Ez rendkívül nagy benyomást gyakorolt rám, és láttam azt, hogy az evangélium ma is valóság. Jézus Krisztus él, és az evangélium nem elmélet, hanem Istennek az ereje. Volt ismerősöm, már egy éve mondogatta nekem, hogy ő találkozott Jézus Krisztussal, és megváltoztatta az életét. És hát először örültem neki, mert úgy éreztem, hogy az jó. Szóval, hogy az ember Jézussal találkozik, az biztos, hogy jó érzés. De aztán kezdett olyanokat mondani, ami úgy fájt, és úgy rosszul esett, és úgy kezdtem eltávolodni tőle. És akkor elhatároztam, hogy hát nem állíthatom semmiről azt, hogy rossz, amíg nem néztem meg. És hogy eljövök a BS-be. Egy szombat reggel volt, és 9:30 találkoztunk volna itt kinn a kettes kapu előtt, de elkésett az illető. És ott álltam, és néztem az embereket, ahogy jönnek a gyülekezetbe. Kicsit a gyerekkorom jutott eszembe, a vasárnapi templom, kiöltözve mindenki. Kicsit úgy nevetgéltem is. És egyszer csak azt éreztem, hogy a fejem búbjától a lábam aljáig bizsergek. És hogy valami olyasmi történik vele. Ahogy nézted az embereket, és nem mosolyogtál rajtuk, közben elkezdtél bizseregni. Így ahogy mondod. És úgy megijedtem, hogy hát... Mert hát úgy jöttem, hogy majd biztos rájövök, hogy mivel manipulálják az embereket, stb. És hát kezdtem érezni, hogy hát engem senki nem manipulál. Itt be sem mentem, hát itt állok kint az ajtó előtt. Hát, szóval ilyen nem létezik. És kezdtem egyre jobban érezni magam, és próbáltam megmagyarázni majd más úton, hogy biztos, de belül éreztem, hogy ez csak Isten munkája lehet. Ez már úgy tudatosult bennem, de még az elmém még harcolt az ellen, hogy valami más úton, módon. Bejöttem, és hát a dicsérlet alatt is egy ilyen hullámokba rám tört, akkor kimentem, hogy hát ha, akkor még cigarettáztam, hogy elszívok egy cigarettát, vagy valamit csinálok, mert ez így. És elmentem minden egy kilométerre, és ott is éreztem. Mondom, mert ilyen már nincs, szóval ez már nem lehet. És visszajöttem, és... Folyamatos volt a bizsergés. Igen, folyamatos. Erősödött, halkult, de folyamatos volt. Így van. És visszajöttem, és hallgattam a prédikációt, és azt éreztem, hogy nagyon-nagyon fájnak a szavak, amik jönnek belőled. És... gondolkodtam, hogy miért fáj, és rájöttem azért, mert igaz, és hogy rólam beszélt. És hogy nekem, ez az én életemről szól, tönkrement egy házasságom, és minden sivár az életemben, hiába voltam sikeres zenész, egy megkeseredett, az ember elér egy álmot, és rájön, hogy az álom, mert ez nem is olyan, mint aminek megálmodta, és hogy tényleg nem tud működni semmi az ember életében Isten nélkül. És hát mondom, én előtte hittem Istenben, és rájöttem, hogy hát abszolút nem. Az, hogy hit, az csak egy megvallás. Szóval abszolút nem cselekedtem, és éreztem, hogy... Hát és fölhívás volt, megtérésre is, hát szaladtam kifelé. Tehát akkor magánemberként úgy érezted, hogy nem mennek a dolgod, de a szakmában sikeres voltál. Mit írtél el? Hát 9 lemezünk jelent meg, van közötte aranylemez. Ebből élek még most a mai napig is egyelőre. Remélem, hogy az Úr megsegít, gondoskodik rólam. És de igazán éreztem, hogy nem vagyok boldog, kábítószereztem egy éven keresztül már majdnem minden nap, vagy valami, hogy szóval meg akartam fejteni azt, hogy mi az, amitől, mi az élet célja, mert
kevésnek tűnt, hogy bejön az ember ebbe az életbe, és kimegy, és ennyi. És azt éreztem, hogy valamit meg kell találni, mielőtt az ember elmegy, mert akkor bajok lesznek. És amikor kábítószereztem, akkor életemben először tagadtam Istennek a jelenlétét, és ezt meg is vallottam, és nagyon hálás vagyok neki, hogy amikor én elfordultam tőle, akkor elhívott az országába, és megérintett. És ez a dicsőség az Úrnak. Mikor tértél meg? Mennyi ideje? Hát augusztusban, 6 fél éve. Milyen változásokat tapasztaltál? Hát rengeteg minden. Tehát ahogy megtértem abban a pillanatban, elfordultam a kábítószertől, elültem a cigarettát, se egyiket sem kívántam, utáltam, megutáltatta velem, és éreztem, hogy ezek a dolgok, éltem akkori élettársammal, és hát felhívtam, hogy voltam a gyülekezetben, és kérdeztem, hogy megtértél, és előtte gondolkodtam, hogy először azt fogom mondani neki, hogy nem, és nem tudtam kimondani, hogy nem, hanem azt mondtam, hogy igen. Hát nem tudtam letagadni azt, hogy megtértem. És síró görcsel fogadta, szinte majdnem tönkrement a kapcsolatunk. Pánikot kapott, igen, félt, hogy elveszít, és eljött a következő BS-re, és megtért ő is az ima. És ez számomra olyan volt, hogy az bizonyította, hogy nincs olyan fal, amit Isten nem tudna rombolni. Amen. Hát mielőtt még nem ismertem Jézus Krisztust, elég furcsa ember voltam, elég rossz háttérből jöttem. Szóval én soha életemben nem dolgoztam, nem csináltam semmi olyan tevékenységet, ami legalábbis Isten előtt szép lett volna. Betörtem, loptam, csaltam, zsebeltem, gyufáztam, minden, amiből pénzt lehetett csinálni. Én abból értem, és Isten az, aki megváltoztatta az életemet. Szóval azt lehet mondani, hogy jöttek a havannai srácok, akik bizonságot tettek nekem názareti Jézus Krisztusról. És először még ilyen csak furcsáltam, először hülyeségnek tartottam, hogy ez hülyeség, kamu, semmi értelme az egésznek. De egyszer az életemben eljött az, hogy megtértem egy vidéki gyülekezetbe, Gyöngyösön, és akkor befogadtam Jézust a szívembe. Csodálatos élmény volt, hogy már a hazafele az úton már éreztem, hogy egyszer nem káromkodok, hanem nyugodtabban vezetek, mint például odafele. Mivel Jézus Krisztus él és bizonságot tett, mert hálás vagyok Istennek, hogy elett a szólásszabadságban, hogy hirdetetik az evangélium, és nem csak én, akik bűnösök voltunk, elég ilyen téren, hanem mindenki hallja az evangéliumot, és megtérhetnek. Mert ami tényleg fontos az, hogy a szívünkbe költözött, és hogy örök életünk van, Jézus Krisztus egy csodálatos. Hogy a Biblia is írja, hogy Isten már az anyám méhétől fogva kiválasztott és elhívott, hogy egyáltalán megismerjem őt. Szóval egyáltalán szeret. Én hiszem, hogy Isten megbocsátotta a bűnömet, mert a Biblia írja számtalan helyen, hogy ő az, aki megbocsátja a mi vétkeinket, bűneinket, és kézenfogható. Szerintem valamikor kézenfogható, olyan erős hitem van, kézenfogható hitem van, hogy tényleg Isten megbocsátott. És ezért minden napon imádkozom, keresem Istent, hogy megmaradjon ez a szeretete. Megtanultam dolgozni, szóval megbecsültem a pénzt. 1500-2000 forint között kerestem naponta, de megtanultam megbecsülni a pénzt. Azelőtt nem nagyon érdekelt a pénz. Jött, ment, nem nagyon érdekelt, de most szerintem Isten az, aki megtanított engem dolgozni, sápárkodni a pénzzel. Most már tudom, hogy Istennek a kegyelme az, ami életre tart, és Isten az, aki gondviselő Isten, ami a Biblia is írja, hogy nem kell aggodalmaskodni, hogy mit tegyünk, hogy mit ígyunk, hogy mi beruházkodjunk, mert Isten az, aki ellát minket minden jó téteményével, és ez csodálatos, hogy tényleg, fantasztikus, hogy Istenben járunk, imádkozunk, keressük az ő akaratát, megutáltuk a bűnt, és egyszerűen ellát minket, megáldjon mi odaszánt életünket, ahogy meg van írva. Csodálatos, hogy minden napon a vállalkozásomat megemeli, embereket az elém. Szóval csodálatos. Szeretnék családot, feleséget, gyerekeket. Szóval életcélom az, hogy mindenáron megybe kerüljek, meg az, hogy még több ember megtérjen. És az biztos vagyok benne, hogy hirdetni fogom az evangéliumot, akár bűnös, akár nem bűnös, akár jó embernek mondja magát az illető, akkor is hirdetni fogom, mert az, ami az én életemet megváltoztatta, az tényleg egy csoda, ez az maga a názareti Jézus Krisztus, ez dicsőség neki. Elsősorban prostituáltakkal foglalkoztam. Behajtással, pénzbehajtással, kidobó legénykedtem éjszakai bánokban. Hát ezek voltak a főbb anyagi források, amikből éltem. Az életemben jött egy fordulópont, amikor már
tulajdonképpen a második házasságom is tönkremenőben volt. És elgondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen mi kényszerítés. Valóban ez a szószoros értelemben forgott bennem, hogy ki kényszerít arra, hogy szívjam a cigit, ki kényszerít arra, hogy én igyak, ki kényszerít arra, hogy verekedjek. És nem tudtam választani magamnak, nem értettem az egészet, de azt tudtam, hogy én nem vagyok képes megváltozni. Meg akartam változni, de nem bírtam. Vállaltam inkább a halált. De akkor sem tudtam elhagyni például a dohányzást. Mondjuk az italt, azt el tudtam adni egy-két hónapra, meg tudtam állni, de utána két-három nap megittam egyfolytában. Szóval ilyen ideig, óráig való változások történtek általában szilveszterkor, egy órás, két órás, vagy legfeljebb egy napos. De egy radikális változás az életemben semmi nem tudott hozni. Se a börtön, se a fenyítés, semmi nem tudott megváltoztatni. Nem tudott megváltoztatni a családom se. Apám sem. Nem volt értékrend számomra a másik embernek a becsülete. Nem volt semmi olyan, ami érzékeltette volna velem, hogy mit jelent az, hogy ember. A napi pillanatoknak, a jóknak éltem. És utána, hát ennek meg is ittam a levét, mert rákényszerültem arra, hogy még keményebben belemenjek az éjszakába. És ezek aztán sodortak szépen lefelé, és odáig folyult a dolog, hogy én is el tudtam volna mindent tovább nélkül tenni bárkit lábalól, és el is akartak engem is tenni lábalól. Történt egy eset, egy srác nagyobb mennyiségű aranyat eltulajdonított araboktól. Én mondtam, hogy tudok erről, eltekintek afelől, hogy átadjam őt, ha egy bizonyos összeget letesz nekem. Ő fizetését is egy darabig, aztán már nem bírt, és akkor én megmondtam neki, hogy mi ezt tartsa magát. Megegyeztünk egy időpontban, hogy 500.000 forintot adni fog, és akkor avval le van rendezve minden. De egyik alkalommal jött, két-három hét elteltével, hogy megvan a pénz, beültem a kocsijába, fölmentük az Arany János útra. Ez a 8 óra felé lehetett, elég sokáig ott ültünk, vártuk a szemét, aki adta neki, ő szerint a pénzt fogja adni neki. Blöff volt az egész, nem is sejtettem, hogy miről van szó. Kiszálltam a kocsiból rágyújtani, és akkor egy ütést kaptam a fejemre hátulról, kalapáccsal fejbe vágott. Több ütést is mért a fejemre, 8 ütést konkrétan. Bevittek, összevarták a fejem, és akkor megállapították, hogy koponya, repedés történt a fejemen, és mondták, hogy hát ez megdöbbentő dolog, ők még ilyet nem láttak, hogy valaki ennyi ütéstől és ilyen kalapástól, erőteljes ütésektől nem halt meg, nem ment szét a feje. Nem értették, én sem értettem, annyit tudtam, hogy az életem forgott kockán. És éreztem azt, hogy tulajdonképpen eljött az az idő, hogy föl kell számolnom ezt az életformát, ezt az életvitelt, amit élek. Tulajdonképpen mégis ez sem az ott radikális változást az életemben. Mert ugyanúgy még egy évig csináltam ezeket a dolgokat, de hallottam az evangéliumot, hogy Jézus él, hogy nem kell bűnökben élni, hogy nem kell függőségekben lenni. Az ember szabad tud lenni teljesen, és aki befogadja Jézust a szívébe, annak örök életet ad. Hatalmat ad arra, hogy Isten fiává váljunk, és hogy a bűneinket megbocsátja. Amikor én ezt hallottam, akkor én ezt teljesen el tudtam fogadni. Jézust befogadtam a szívembe, 93-ba, és ő radikális változást hozott az életemben. Teljesen megváltoztam. Másképpen látok mindent. Megváltozott körülöttem az egész világ. Nem úgy látom már az embereket, mint az előtt láttam. Tudom értékelni az embereket. Tudom értékelni önmagam. Tudom értékelni a feleségem, gyermekeim. Az életem érték lett. Tudom, hogy ki vagyok. Éreztem, hogy a bűneim meg vannak bocsátva. Éreztem, hogy Isten szeret, hogy nem kell bűnökben élnem. És radikális változást tettem észre az életemben. Azok az emberek, akikre haragudtam, szószoros értelemben, akiket gyűlöltem, azokat már nem gyűlöltem, nem haragudtam. Meg tudtam bocsájtani az ellenségeimnek.
ez a személy is, aki ma akart ölni, ennek is megbocsátottam a bíróságon. Ez számomra is megdöbbentő volt, mert én egy bosszú álló ember voltam. Én bosszú, tehát hogyha én nekem ártottak, én az biztos, hogy bosszút álltam. Ez nem maradt annyiba. És ennek az embernek pedig megbocsátottam, és kértem, hogy ne büntessék őt meg. Nem kértem se fájdalomdíjat, se költségdíjat, semmit nem kértem. Azt kértem csak, hogy a tárgyalásról kimehessek, és hogy ő neki megmondhassam, hogy nem maragszok rá, és megbocsájtok neki. Megmondtam, hogy azért bocsájtottam meg, mert én közben megtértem egy évvel előtte, és nincs harag a szívembe, nincs gyűlölet a szívembe, és én nem kérem az ő büntetését. Jézus minden embernek megbocsájtott. Ő minden embernek a fájdalmát, bűnét, betegségét, szenvedését fölvitte a keresztre. És ezzel ő elvégezte azt, amit ember nem tud elvégezni. Minden ember számára megvan a bűnbocsánat, elnyerte Jézus Krisztusban, és nincs egy ember, aki haragudhat a másik emberre. Mert Jézus ő érte halt meg. Ő nem az igazakért, hanem a bűnösekért. Én egy bűnös ember voltam. Egy kemény, bűnös ember. És Istennek a kegyelméből megtérhettem. Sokan mondják, hogy azért értem meg, mert én bűnös voltam. Jó. De hát minden ember szűkölködik Isten nélkül. Addig, amíg a bűnnek az uralma és a bűnnek a hatalma alatt áll.
addig az Isten létezése is bizonytalan számodra. Isten olyan valóságot talál ki az emberek számára, hogy csak igazságban lehet őt megismerni. Nem az igazság hozza létre Istent, ő létezik, van. De a bűn eltakarja az ember elől az Istent. És ez azért van, hogy lehetőség nyíljon az ember számára a változásra. Mert ha látja az ember azt, hogyha bűntől megtér, és Jézus Krisztusnak odaadja az életét, és utána megismerhet Istent, utána kinyílik számára a Szentléleknek a birodalma, az Isten országának a kincses háza, az igazság, a békesség, a Szentlélektől való öröm, akkor az ember ez a tény sarkalni fogja arra, hogy jó legyen. Isten országa be akar az életedbe lépni, mert Isten országa föl akar emelni tégedet, mert Isten az ő országának a polgáraként akar tégedet látni Budapesten, vagy a lakóhelyeden. Rád akarja árasztani az ő szeretetét, az ő jóságát, cipra ruhát akar neked adni, hogy hirdes az a ruha, hogy szeretlek tégedet. Gyere ki a bűnnek a vidékéről, ahol bűn van, ott nincs Isten jelenléte. Istenek a jóságát az atyaházában tudod megélni. Az atyaházában tudod megtapasztalni azt, hogy az Isten szeret tégedet. Meg vagyok róla győződve. Akármilyen nyomorúságba vetett a bűneid, akármilyen nagy mélységbe taszított a lázadásod, az istentelenséget, az Úr várni fog tégedet is a kapunál. Az Úr tégedet is magához fog fogadni. Az Úr tégedet is magához fog ölelni. Tiszta szívet ad neked, tiszta lelket ad neked, megtisztítja az életedet a sötétségtől, a sártól. Dicsőség Istennek, Isten a szeretet Istene. Szeretet, szeretet, szeretet. És ezzel mutatta meg Isten, hogy szeret tégedet. Hogy mielőtt megfogantattál volna, mielőtt megláttad volna a napvilágot, mielőtt bármit elkövettél volna Isten ellen, már le volt téve érted egy élet. Le volt téve a váltság. És mi azt akarjuk neked mondani, hogy figyelj, ilyen ajándékot adott Isten neked, hogy azt mondta Isten, fia, hogy én elvettem a bűneidet. Én felvittem a Golgotai keresztvára bűneidet. A te bűneidet fölvettem a testembe is. Oda feszítettem a keresztre. Azért lógtam az ég és a föld között, hogy te rám nézzél, és birtokba vedd az én véremet. És ez a vér meg fog tisztítani tégedet. Tisztára mos. Olyan tisztára, hogy senki nem fogja megmondani rólad, hogy valaha is a disznó olba éltél. Ez a sztori 1990-ben kezdődött, amikor bevonultam, és olyan századhoz kerültem, ami a legdrasztikusabb, legbrutálisabb század volt, az őrszázad. Éjfélkor akkor úgy várt az alegység, hogy menjünk be a fürdőbe, mert fel kell mosnunk. Bementem a fürdőbe, lekapcsolták a villanyt, és azt vettem észre, hogy tiszta erőből belém rúgnak, fejembe ütnek. Ott, ahol értek, ütöttek, bíróságra került ez az ügy, mert mi feljelentettük őket, és bíróság elé kellett állnunk. Mennyit kapta? Nem. Én 8 hónapot kaptam. 8 hónapot kaptál, ugye? Súlyos testi sértés, nem? Nem volt súlyos, csak hát könnyű testi sértés volt. Valóban nem, testileg nem szenvedtünk olyan sérüléseket, amik maradandóak lettek volna. 8 napon belüli gyógyulásunk volt. De lelkileg borzasztó módon lesújtott engem, és még annyit elmondanák a bírósággal kapcsolatosan, hogy mind a kettőnket, a barátomat is, engemet is behívtak még egyszer egy szóra, hogy megkérdezték tőlünk azt, hogy meg-e bocsájtunk. Hát a barátom azt mondta, nem tudom, hogy szívből mondta-e, de azt mondta, hogy ő megbocsájt. És én is bementem, és megkérdezték tőlem is a bíró, hogy megbocsájtok nekik, és azt mondtam, hogy nem. Utána, amikor leszereltem, szinte minden nap totál részeg voltam, és elterveztem azt, hogy halálra iszom magam. Hogy addig iszok, amíg ebbe bele nem pusztulok. Mert így éreztem, hogy így tudtam lecsillapítani a lelki sérelmeket, amik bennem voltak.
És akkor jött oda, mivel én szálló laktam, és ott volt egy szállótársam, aki már megtért azelőtt, és akkor ez a kedves testvér megengedte, hogy elolvasom a Bibliáját, és elolvastam a Máté evangéliumát, és nagyon megdöbbentem, hogy ilyen csodálatos dolgok vannak a Bibliában, hogy Jézus, amiket cselekedett. Felmentem a gyülekezetbe, vettem bátorságot, meg bátorított ez a testvér is, hogy menjek el. Elmentem, és meghallgattam egy istentiszteletet, akkor megtértem, beszéltem szolgálótestvérekkel, és elmondtam, hogy milyen problémában vagyok, és nagyon sokat segítettek abban, hogy lelkileg helyreálljak, épüljek. És akkor elkezdtem épülni, és olvastam a Bibliában, hogy Jézus mondta, hogy bocsássátok meg az embereknek a vétkeit, mert ha nem bocsátjátok meg, hogy mennyi atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. És elkezdtem megvallani hitáltal azt, hogy én megbocsájtok a Józsinak is, a többinek is, akik megvertek, és ezeket megvallottam. És akkor olvastam azt is, hogy imádkozzatok azokért, akik gergetnek titeket, akik ellenetek vannak, és én elkezdtem imádkozni értük. Az történt, hogy egy csodálatos látás volt előttem, amitől még én is hirtelen megrémültem, hogy feltartott kézzel dicsérem az Urat együtt a Józsival. Tehát az üldöződdel, aki így megnyomorította az életedet. És a Józsi akkor még erről nem tudott semmit. Akkor még nem. De én annyira megijedtem, hogy azt mondtam, Uram, ha Józsi gyülekezetbe jön, én elmegyek. 3 év után egyik nap, egyik gyülekezeti alkalomkor Józsi megjelent a gyülekezetben. No, Józsi, folytassuk. Tehát akkor 8 hónapot ültél, vagy hol voltál? Leúztam ezt a 8 hónapot Nagyatádon. Amikor a bírósági tárgyaláson voltunk, akkor megígértem nekik, hogy mind a kettőt nagyon meg fogom venni, hogyha kijövök. De ez, dicsőség az Úrnak, ez egyszerűen eltűnt az elmémből. Nem is gondoltam rá, hogy valaha megkeresem őket. És egyébként még azt hozzáteszem, hogy nagyon kemény alkoholista voltam. A katonaság előtt is ittam, kétszer is volt alkoholmérgezésem, ilyen epilepsziás rohamba tört ki rajtam. Istennek a kegyelme, ez szerintem, hogy életben maradtam, mert olyan mennyiségi alkoholt fogyasztottam el, hogy csoda, hogy nem haltam bele. Az amerikai hadseregnél voltam a konyhán, ilyen konyhai kisegítő munkás. És ott találkoztam egy olyan emberrel, aki bizonyságot tett más embereknek, nem is nekem, mert megmondom őszintén, hogy nem hittem Istenben. Mindig azt mondtam, hogy ha akkor hiszem el, hogyha van Isten, hogyha bemutatkozik. Most már hálát adok az Istennek, hogy nem így történt, ahogy én gondoltam, mert akkor most nem lennék itt. És hallgattam ezt az embert. Most ez, hozzá kell tenni, hogy ez az ember ez olyan volt, mint én. Én voltam megtérésem előtt, vagy talán még rosszabb is volt. Ő is alkoholista volt, végigverte fél várost, és furcsa volt hallani ennek az embernek a szájából az evangéliumot, furcsa volt hallani azt, hogy Jézusról beszél egy ilyen ember. De nagyon érdekes dolgokat mondott az Istennek az evangélium, az nagyon érdekes dolog, csodálatos, fantasztikus az evangéliumot hirdetni. És egyszer oda mentem hozzá egyik nap, és mondtam neki, hogy szeretnék elmenni egy Isten tiszteletre. És én is meglepődtem ezen, hogy ezt én kimondtam, meg ő is meglepődött rajta. Előtte pedig fölmentem hozzá a lakására, és megnéztünk egy videófilmet a Budapest porcsanaki összejövetelekről. És csak azokat a részeket mutatta meg nekem, ahol az emberek be vannak töltekezve. Vastagjával kezdte. És olyan furcsa érzés volt, amikor néztem a videót, és akkor eljöttem az istentiszteletre, és én úgy voltam vele, hogy nem érdekel az egész, nézelődök ott, nézem az embereket. Egyik erre dőlt, másik arra, nevettek az emberek. Nem tudtam, hogy mi történik igazából. Úgy voltam vele, hogy jó van, megnézem, aztán elmegyek haza, lefekszek, alszok. Isten a Lacin keresztül szólt hozzám. A prédikációnak az összes szava szólt hozzám. Hozzám szólt Isten a Lacin keresztül. És mindig néztem körbe, jobbra-balra, hogy nem-e néz valaki, mert mondom, miért nekem mondja. És nézelődtem, de hát senki nem nézett. Persze, hogy nem nézett, mert az Úr szólt maga hozzám. És egyszer csak megszólalt a Laci, hogy vannak olyan emberek, azért nem tudnak betöltekezni Isten szellemével, nem nyitják ki a szájukat.
És szépen sunyi módon körülnéztem, és kinyitottam a számára. És ez történt. Ültem ott a széken, és teljesen le voltam zsibbadva, és éreztem, hogy a terhek mennek le rólam. Éreztem, hogy egy fantasztikus erő jött az életemre, és a terhek mentek le rólam. És éreztem Istennek az erejét, de akkor még nem tudtam, hogy miről van szó. És egyszer csak egy nagy forróság jött fölfele belőlem. Így Isten föltámasztott a szellememet, és kitört belőlem egy nevetés, Istennek a kibeszéltetlen öröme. És elkezdtem olyan hangosan nevetni, hogy az egész gyülekezet engem nézett. És én magam is meglepődtem rajta, hogy mit nevetek én? Mit nevetek ennyire? De nem érdekelt, mert annyira boldog voltam, éreztem, hogy valami fantasztikus dolog történik velem. És elkezdtem mondani a megtérő imát. Hát talán a feléig jutottam, amikor földre estem. Nem tudtam megállni Istennek a dicsősége alatt, és Isten abban a pillanatban megszabadított az alkoholizmustól. A megtérésem pillanatában elválasztott Isten az alkoholtól, megszabadított az agresszivitástól, megszabadított minden olyan tehertől, minden olyan falat lerombolt az életemben, ami nem engedte, hogy megismerjem az élő Istent, és így befogadhattam Jézus Krisztus a szívembe, és nagyon hálás vagyok azért Istennek, hogy kihozott engem azokba a dolgokba, amiken átmentem, és az, hogy megbocsájtott. Dicsőség az Úrnak! És még volt a dolognak egy folytatása, hogy az összejövetel végén, amikor így a megtérőket kihívták, kijött az a börtönőr, aki vigyázott rám a börtönbe. És megtért. Dicsőség az Úrnak. Nagyon hálás vagyok az Istennek ezekért a dolgokért, és nem tudom eléggé meghálálni azt, hogy Isten mit tett velem, és csodálatos dolog kereszténynek lenni. Na és amikor megpillantottátok egymást, az nagyon érdekes lehetett, ugye? Miután megtértem, utána odajött hozzám a Zsolti, és egyszerűen nem volt semmi ellenséges indulat se benne, se bennem, és éreztem, hogy Istennek köszönhetem azt, hogy erre az emberre úgy tudok nézni, és ő is úgy tud rám nézni, mint egy barátra. Isten elválasztott bennünket azoktól a dolgoktól, amik történt, és megbocsátotta nekem is a dolgaimat, és hálás vagyok az Istennek azért, hogy olyan szívet adott a Zsoltinak, hogy meg tudott nekem bocsájtani. És kértél tőle utána bocsánatot? Igazából így nem beszélgettünk vele erről, és nem kértem személyesen bocsánatot tőle, de most itt mindenki előtt szeretnék bocsánatot kérni a Zsoltitól azért, amit történt az elmúltak során. Nagyon csodálatos az Isten, és nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek ilyen csodálatos emberek között, és hálát adok Istennek azért, hogy szerethetem az embereket. Halleluja! Megbocsátottál Józsinak? Igen, megbocsátottam teljes szívemből. És nagyon szeretem a Józsit. És dicsőség az Úrnak, és... Most milyen érzés volt, hogy most itt a nagy nyilvánosság előtt bocsánatot kért tőled? Fantasztikus érzés volt. Úgy éreztem, hogy még jobban felszabadultam, és még jobban éreztem azt, hogy igazából ez a szabadság, amikor egymásnak meg tudunk bocsájtani, el tudjuk engedni azt a sérelmeinket, amelyik a lelkünket, szívünket nyomják, és hogyha ezeket a sérelmeket mi kiengedjük a szívünkből, és hittel, tiszta szívvel meg tudjuk bocsátani a másiknak, akkor az egy nagyon nagy szabadság. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Most az a tiszteletteljes kérésem, hogy itt a nagy nyilvánosság előtt fejezzétek ki, hogy tényleg megbocsátottatok egymásnak. Tehát fogjatok kezet, ölejétek meg egymást! Halleluja! Szent szellemet fogsz
Tudom, hogy vannak itt olyan emberek a lelátókon, szektorokban, akik még soha nem mondták Jézusnak, hogy Jézus, jöjj! Bocsáss meg az én bűneimet! Ezt azért kell megtenned, mert így jön be az életedbe Krisztusnak a hatalma, a Szentléleknek az ereje. És ezek mind az hatalom is, az erő is, Isten szeretete miatt árad ki az életedre. Mert ő úgy szeretett tégedet, hogy az életét adta érte, hogy higgyél benne, hanem el ne veszél, hanem örök életed legyen. Amen. És ezért kérlek tégedet, ne keményítsd meg a szívedet. Az Úrra neked is szükséged van. Érzed, a szívedben ott van az éjség. Ott van a nagy semmi, a nagy üresség, a kongó üresség. És tulajdonképpen a bajokat, az életnek a gondjait és a bajait az Úr erre használja föl, hogy felszínre jön a bajoddal az, aki én vagyok. Ki vagyok én? Egy megoldatlan ember. Egy olyan ember, aki még az életében semmit nem oldott meg. A leglényegesebb kérdésekre nem adtam választ. És ez a kérdés az élet és a halál. És Istennek az igéje azt mondja, hogy elétek adtam az életet és a halált. És az élet názareti Jézus Krisztusban jelent meg. A halál pedig te benned van. Azt nem kell keresned. Azért élsz minden nap fenyegetettség alatt. Azért félsz és küzdködsz, hogy megszökjél előle, és biztosítsd az életeted vele szemben. A halál az benned van, az élet az rajtad kívül van, és az élet Jézusban van. Ő az út, az igazság és az élet. És amikor Jézusra mondasz igen, akkor az életre mondasz igen. Amikor Jézust hívod be a szívedbe, akkor az életet hívod be az életedbe, a szívedbe. És ez után fogsz igazából élni. Olyan életet, amely képesítesz tégedet arra, hogy gyűlölet nélkül éljél. Bűnözés nélkül éljél. Kábítószer fogyasztásod nélkül éljél. Halál nélkül éljél. Mert a szellemed már megkapja az újjászületéskor. És van egy nagyszerű reménységünk, hogy a testünk is meg fogja ezt kapni. Ezért fontos Jézus mellett döntened. Ezért fontos kinyitnod a szívedet. Ezért ez egy univerzális kérdés, univerzális kihívás. Ez nem egy kis közösségnek a sajátossága, hanem az egész világmindenség legalapvetőbb kérdése. És amikor te erre igent mondasz, akkor tulajdonképpen megtaláltad magad számára az életed értelmét, az életedet, és belekerülsz a valóságnak abba a dimenziójába, ami biztosítja számodra a romolhatatlanságot és a halhatatlanságot. Jézus ezért hív téged, térjél meg, és ne keményedj meg a szívedet. Thank you.
Szólíts újra a lelked,